Jó reggelt! Felkészült a beavatkozásra. Kicsit ideges vagyok, és még lenne néhány kérdésem. A forgó területén lehetséges hajbeültetést végezni. A forgónál a hajszálak körkörösen helyezkednek el, és így is nőnek. A forgókat nem lehet megváltoztatni, életünk végéig a helyükön maradnak. Ezen a területen sajnos a hajritkulás is jóval szembetűnőbb, mivel itt a hajszálak növekedési iránya más és más. Azonban természetesen a forgó területére is lehetséges hajat ültetni. Ezek a hajszálak is a hátsó donor területről származnak. Fontos kiemelni a forgóba történő hajbeültetésnél, hogy általában minden embernél van a forgó résznek egy epicentruma, sőt, van olyan, akinél kettő is van. Az esetek legalább 75%-ában itt balról jobbra spirálosan nőnek a hajszálak, ezért a hajbeültetés munkásabb és több precizitást igényel, mint a fej más területein. Ha klinikánkat választja, akkor garantáljuk, hogy önnek a legjobb és legmegfelelőbb irányba ültetjük be a hajszálakat a forgójába. Nem csak sűrű és jó lesz az eredmény, de természetes növekedési iránya is lesz a forgó területnek. Sajnos előfordul, hogy más klinikákon ezt nem tartják be, és minden hajszálat egy irányba ültetnek be, azonban ez művinek fog tűni a forgó területén, és a végeredmény nem lesz természetes. Mikor várható látható eredmény a forgó területén hajbeültetés után? A forgó területén lévő hajszálak növekedési ideje egyezik a fej többi részén található hajszálak növekedési idejével, így ugyanúgy 6 hónaptól kezdődően látható a hajbeültetés eredménye, viszont pár hónappal többet kell várni, hogy elérjük a végleges állapotot. Megjegyezném még, ha forgóba történik a hajbeültetés, akkor érdemes a hajat a jövőben 2 cm-nél hosszabban hordani, ugyanis minél hosszabb a haj, annál jobban fed, és annál dúsabbnak tűnik. Ami főleg a forgó területén fontos. Nos, ha az összes felmerülő kérdésére választ kapott, akkor kezdhetjük is a beavatkozást. Ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, iratkozz fel! Várunk a HMG hajbeültetési klinikán.